Közép-Dunamenti térség mezőgazdaságának a fejlesztése a célja annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Képviselői írtak alá Pakson. Ennek keretében a térség 99 településén segítik a gazdálkodókat abban, hogy megismerjék és hatékonyan alkalmazzák a precíziós technológiákat. Ez a program is része a Paksi atomerőmű beruházással kapcsolatos komplex fejlesztési programnak. Miniszter úr, együttműködési megállapodást kötöttetek a MATÉ-val. Mi a szándékotok ezzel az együttműködéssel itt a térségben? Hát ugye az agrárgazdálkodáshoz fontos, ez hagyományos területe volt a régiónak. Amíg az atomerőmű nem épült ide, addig egy komoly konzervipar volt Pakson, és abban a beszállítói kör. És ugye most szeretnénk azért a helyreállítani valamennyire nem csak a nagyüzemi termelést, mert az ugye ment, búza, kukorica, repce, napraforgó, de a konyhakerti növényeket, gyümölcsöket is. Itt ide érkezik csúcsba 12 ezer fő. Kezdettől mondtuk, hogy ezeknek a élelmezését, jó minőségi termékekkel, helyi piacokról kellene megoldani. Ebben a helyiben benne van ugye a Duna túloldala is, mert a híd majd lassan ugye elkészül, aki arra jár, láthatja, vagy fönt a interneten megtekinthető a folyamatosan az építkezés, csak onnan is ugye hagyományos zöldség, gyümölcstermesztő vidék, ugye a Bács-Kiskun megyének ez a része, ugye Kecels Oltvad kertig benne van mindenki ebből a területből, úgyhogy én azt gondolom, hogy fontos. A Magyar Agrár és Élettudomány Egyetem egy olyan mintaprojektnek tekinti a programot, amely elképzeléseik szerint nem csak Magyarországon, hanem Európában is például szolgálhat majd egy-egy térség tudás alapú átfogó fejlesztéséhez. Ebben a programban egy komplex programról van szó, örömmel vettünk részt Süli miniszter úr felkérésére, amely arról szól, hogy hogyan lehet egy ilyen fejlesztéshez kapcsolódóan az élelmiszergazdaságot, a helyi agráriumot, a vidéket egy önfenntartó rendszerre átállítani az agráriumban alkalmazható legközelebb technológiák alkalmazásával. És ez gyakorlatilag leképezi azt az elképzelést, amit Magyarország az elkövetkező időszakban is szeretne megvalósítani, hogy egy olyan külső körülményektől független, vagy ahhoz közelítő élelmiszergazdaságot építsen föl, ami egyúttal nemzetbiztonsági kérdés is az ország számára. Az élelmiszer önrendelkezést erősíti, a mezőgazdaság versenyképességét, a fenntarthatóságot tudja erősíteni, és ennek az első mintaprojektje tulajdonképpen az, amit itt ebben a térségben, ezen a 99 településen és környezetében valósítunk meg. Növénytermesztésben, állattenyésztésben, kertészetben, a hozzá kapcsolódó infrastruktúrákban, a legkorszerűbb technológiák bemutatásával és azok továbbításával. Nekem az a célom, az a személyes tervem, hogy ne csak Magyarország más régióira lehessen ezt kiterjeszteni, hanem akár európai léptékben is egy mintaprogram tudjon lenni, hiszen valóban a világszínvonalat és a csúcs technológiát szeretnénk bemutatni és alkalmazni itt térség szinten. A tudás átadás, a szaktanácsadás és a különböző képzések központi elemét jelentik a programnak. Az egyetem tervezi többek között növényvédelmi drónpilóták képzését is, és más precíziós technológiák mellett a drón használat előnyeinek bemutatásai szerepel céljai között. A drónokat a precíziós mezőgazdasági feladatokra szeretnénk bevonni. Mint a területeket jelölünk ki, úgy mint kertészeti ágazat, növénytermesztési ágazat és állattartó telepeken szeretnénk alkalmazni ezeket a megoldásokat. Szeretnénk bemutatni a gazdáknak, hogy ilyen precíziós eszközökkel, mint a drón, felmérő drón és beavatkozó drón, hogyan tudnak dolgozni, hogyan tudják az EU-s normákat teljesíteni. Ugyanis a növényvédő szerekre a műtrágya kiuttatásra vonatkozó előírások olyan szigorítást fognak élvezni, amelyeket csak drónokkal lehet majd teljesíteni. Mi szeretnénk ezt már bemutatni, hogy mint a területeken hogyan tudják alkalmazni a gazdák, és későbbiekben szeretnénk majd a nagyobb térségre, akár egész Magyarországra javaslatot megfogalmazni, hogy ezek a technológiák, az adatgyűjtés, a farm manager szoftverek hogyan alkalmazhatóak hatékonyan.